A pécsi járási ügyészség ebben az évben már másodszor emelt vádat eltiltás alatti vezetés miatt egy férfi ellen, aki többszörösen végleges hatályú járművezetéstől eltiltás hatálya alatt vezetett. A vádirat szerint a vádlott többször volt büntetve közlekedéssel kapcsolatos bűncselekmények miatt, őt a bíróság az elmúlt 5 évben 4-szer tiltotta el véglegesen a járművezetéstől. Legutóbb idén, október 13-án ítélték szabadságvesztésre ittas járművezetés és eltiltás hatálya alatti vezetés miatt, őt ismét véglegesen eltiltották ekkor a járművezetéstől. Elítélését rövid idővel követően ismét gépkocsit vezetett Pécsett 2022. november 5. napján. Ez a cselekménye ismételten járművezetés az eltiltás hatálya alatt büntettének a megállapítására alkalmas. Ennek a bűncselekménynek 3 évig terjedő szabadságvesztés a büntetési tétele. Vádiratában az ügyészség azt indítványozta, hogy a bíróság a vádlottat szabadságvesztésre ítélje, mellékbüntetésül tiltsa el a közügyek gyakorlásától, és őt véglegesen tiltsa el a járművezetéstől. Mivel a vádlott a bűncselekményt szabadságvesztésre ítélése után követte el úgy, hogy a korábban kiszabott szabadságvesztést még nem hajtották végre, amennyiben őt a bíróság szabadságvesztésre ítéli, nem bocsátható feltételes szabadságra. Az egyébként 40 éves férfit korábban 1 év 8 hónap szabadságvesztésre ítélték, most az ügyészség 2 év börtönbüntetésre tett indítványt.